Könnyező szobor, tündérek építette várak, csodaforrások, Székelyföld bővelkedik legendákban. Ilyenkor pünkösd idején nagyon sokan zarándokolnak el Erdélybe, Csíksomjóra, csodatévő szűzanyához. De csak addig. Pedig érdemes tovább utazni, hosszabban is elidőzni Székelyföld legenda rengetegében. Csodás gyógyulások. A pogány veszedelem idején könnyező, illetve a tűzvésztől csodával határos módon megmenekülő kegyszobor, mind a magyarok legnagyobb búcsújáró helyéhez köthető mesés történetek. Pünköstkor több százezer ember zarándokol a két somjó hegy lábánál található kegytemplomba, hogy lerújja tiszteletét a magyarok nagyasszonya előtt. Mondhatni úgy, hogy Mária hazájában vagyunk, Csíksomjónak Mária központi szereplője, és az egyik leghatalmasabb kihívása jelen korunknak, hogy Csíksomjót felzárkóztassuk az őt megillető méltó Mária kegyhelyek sorába, vagyis Lourdes Fatima Mária Bisztrica után valahol mindenképpen Csíksomjó következik. A világ legnagyobb kegyszobraként számon tartott Mária szobor csodatételeit tanúsítják a hálatáblák is az oltár két oldalán. A néphagyomány úgy emlékszik, hogy a török-tatár betörések idején egy tatár vezér értékesíthetőnek vélte, és ezért el akarta vontatni, de a szobor annyira megnehezedett, hogy 8 ökrös szekérrel sem sikerült megmozdítani. Dűbe gurult a vezér, és kardjával lecsapott rá. A vágás nyoma most is látható Mária arcán. Sorolhatnánk a Mária kultusz ihlette legendákat, ám ha alaposan körülnéznénk, egész Székelyföldet átszövik csodálatos történetek. Ezeket gyűjtötte össze Fazakas Szabolcs, egy csaknem 150 mesés történetet felölelő székelyföldi legendáriumban. Székelyföld nem csak a csíksomjói búcsúról szól. Sajnos ez az az időszak, amikor nagyon-nagyon sokan ellepik Székelyföldet, és azzal a lendülettel tovább is haladnak. Tehát nem csak ezek a legendák léteznek, ugye ehhez képest itt 140 monda és legenda várja az ide látogatót, és érdekesebb történetek. És ha ezeket megismerik, egy feltöltődéssel tudnak hazamenni innen. Így készült a legenda térkép. Tündérek építette várak, kápolnák, csodaforrások, meseszép és gonosz leányok története elevenedik meg Márton Erika ecsetvonásai által. Az ötletgazda azt szeretné, ha minden hazai iskolába eljutna a legenda térkép, és nem csak digitális formában. Vendégem Keresztes Ildikó, szervusz! Sziasztok! Te Marosvásárhelyen születtél, neked van kedvenc erdélyi legendád? Hát nagyon sok van. Ha most valamit kéne említenem, akkor mondjuk talán a Szent Anna-tóról szólott. Egyrészt Szent Anna-tó, ez egy ilyen nagyon érdekes, emlékszem, hogy a fiatal lázadó koromban az egy ilyen elég kultikus hely volt, ahova én ugyanis nem jutottam el. Uh-huh. Nem is jártam soha a Szent Anna-tónál, de hát a legendája az talán, remélem, hogy nem rontom el, tehát úgy szól, hogy volt egy ilyen nagyon gőgös földes úr, aki befogott 9 lányt a hintója elé, és többek között Szent Annát is. És Szent Anna annyira megátkozta ezt az embert emiatt, hogy aztán ilyen égszakadás, földindulás volt meg minden, és végül is oda vesztek ebbe a nagy zivatarba, mindnyájan, de és ott keletkezett ez a tó. Igen, igen. Hoztál valamit magaddal Erdélyből egyébként? Tehát a természetedben mondjuk a makacságot, a kitartást? Mindent. És meg kell, hogy mondjam, hogy ahogy telik múlik az idő, egyre büszkébb vagyok ezekre a tulajdonságaimra. Nagyon-nagyon, azt tudnod, hogy egy nagyon-nagyon rossz egyke, viszonylag elkényeztetett már, amennyire lehetett, mert nem anyagiakra értem természetesen, elkényeztetett makacs önfejű gyerek voltam, és még most is lázadok egyébként. és ugye hát nyilván bennem is a szülők, meg főleg a nagyszülők próbálták elültetni azokat a bizonyos időtálló értékeket, stb. Természetesen minden gyerek abban a korban is azt mondom, jó, mondjátok persze, én tudom. És hogy most köszönnek vissza az életem majdnem minden helyzetébe. És ilyenkor tényleg azt tudnám mondani, hogy meg kéne csókolni a lábuk nyomát is, hogy ezt sikerült elültetni, mert most nagyon sokat profitálok belőle. Tehát a fegyelmem, a munkabírásom, a hitem, a kitartásom, nem is tudom, furcsa, hogy az ember magáról beszél, de hát mivel én ülök itt, és engem kérdeztél, nem tudom, az őszintességem, a hitelességem, vagy legalábbis merem remélni, hogy a hitelességem, tehát egy csomó minden, az mind onnan van.
Ja, lassan kezdődik az X-faktor következő szériája, tehát a munkabírásodra most megint nagyon nagy szükség azt van, hiszem. De közben meg a Napokban a legutolsó albumod aranylemez lett, ha jól tudom. Igen, tehát, és nagyon sokat dolgozom. Nagyon büszke vagyok magamra, mert való igaz, hogy a letöltések idejében azért egy aranylemezt csinálni azért nem olyan könnyű, tehát vértizzad az ember, és hát tényleg az az igazság, én nagyon-nagyon szeretem ezt a Csak játszom című albumot, és ezen felbuzdulva most egy svéd zeneszerzővel dolgozom együtt, aki már ugye ezen a lemezen is képviselteti magát két dallal, a Björn Lodin, és hát most az a nehézség ennek az X-faktornak, hogy miközben elkezdem újra, ugye Napokban kezdődnek el a válogatások, és nagyon nagy izgalommal, meg jó kedvel, meg mindennel, de közben most én benne vagyok egy lemezkészítési fázisban is, arról nem beszélve az egész naptáram tele van fellépésekkel, tehát kvázi én nekem most 3 lovat kell megülni egy fenékkel, nem lesz egyszerű, de hát semmit de nem adtak nekem egyszerűen. Azért azt nyilatkoztad valahol, hogy amikor ismét felkértek az X-faktor mentorának, akkor azért elgondolkodtál rajta, miért? Persze, elgondolkodtam, mert többször lenyilatkoztam, hogy nagyon sokat vett ki belőlem, lélekben, adott, gyakorlatban, fizikailag minden, de nagyon sokat adott, ez így van. És én valóban olyan közel kerültem a 3 mentoráltamhoz, de egyébként nem csak hozzájuk, hanem szinte majdnem mind a 12 döntőshöz, aki végül is bejutott. Sőt, hát vannak barátságaim a verseny korábbi szakaszaiból, és mai napig vannak ezek a dolgok, vagy létező dolgok. De hogy annyira megszerettem ezt a 3 kis mufurcot, ugye a Nikolászt, a Norbit, meg a Tomit, hogy valahogy egy kicsit úgy bajba vagyok, hogy úristen, most új gyerekek, akkor nyilván majd azokhoz is közel kerülsz, és akkor... És mi lesz hogy velük, egy kicsit most akkor úgy megcsalom az előzőket, vagy akkor most 6 gyerekem lesz, vagy mi? Valószínűleg 6 gyereked lesz. Igen. De lesz-e valami, ami mondjuk változtatni fogsz az előzőhöz képest? Nem szoktam így felkészülni rá, mert túl ösztönlény vagyok ahhoz, hogy én így készülgessek. Persze, hát nyilván most már van egy rutinom, hiszen már egyszer végigcsináltam, tehát úgy nagyjából tudom, hogy mivel jár együtt, mert azelőtt semmit nem tudtam, tehát mint akit a szűzlány tudod, elengedted az életbe. Megpróbálok talán azokra a fázisokra kicsit jobban odafigyelni, meg vigyázni elsősorban magamra, hogy ne égessen fel magam, meg jó tempóba használjam az energiáimat, mert mondom, tényleg nagyon kipurcantam mindenféle szempontból, és néha már úgy éreztem, hogy már a legegyszerűbb kérdésre se tudok válaszolni, tehát a szőkenő hozzám képest doktor volt már a vége felé, tehát... Hát ez nehéz lesz egyébként, főleg úgy, hogy ugye a saját utadat is járod, tehát a saját karrieredet is egyengeted az X-faktorra. De szeretem a kihívásokat. Mindehhez én sok sikert kívánok, és kitartást, nagyon és nagyon nagy munkabírást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.